Egyre több országban tiltakoznak a gazdák az ukrán gabonadömping ellen. Bár az agrárminiszter megerősítette, hogy Magyarországon továbbra is fennmarad az importtilalom, pénteken a magyar gazdák is traktorokkal vonulnak majd a határhoz. Raskó Györggyel beszélgetünk. Jó estét kívánok! A magyar gazdák miért fognak tiltakozni? Mert azt most már nagy részletességgel tudjuk, hogy például a német gazdák hetek óta miért tiltakoznak. Látjuk, hogy a francia gazdák miért tiltakoznak, ezzel tele volt a sajtó. Mi újság itthon? Hát a magyar gazdáknak óriási pozitív hír, hogy a mai napon von der Leyen visszavont két olyan fontos bizottsági előterjesztést, ami nagyon fájt volna a gazdáknak, nyugaton és keleten egyaránt, ha rendeletileg bevezetik. Az egyik a széndioxid kvóta kötelező alkalmazása a mezőgazdaságban, és azon belül egy nagyon jelentős csökkentés a széndioxid kibocsátásnak. Másik ennél sokkal fontosabb, hogy a bizottság a növényvédőszer használatot felére akarta csökkenteni egy évtized alatt, ami gyakorlatilag, aki termelő tudja, hogy ez szinte lehetetlen megvalósítani, illetve meg lehet, de akkor abból nagyon komoly terméskiesés történhet, ami pedig az európai élelmiszerellátást akár veszélybe is sodorta volna. Na most a magyar gazdák a agrárminiszterrel együtt többek között ezt követelték Brüsszeltől, és hát ez a kérésük a mai napon teljesült. A másik az ukrán gabona és egyéb mezőgazdasági termékek behozatali tilalmának fenntartása, hát ez is egészen biztosan, hogy maradt, tehát azt lehet mondani, hogy ez a tüntetés még el sem oka fogyott. Még el sem kezdődött, de már minden követelés meg is valósult. Az, hogy ne lehessen növényvédőszereket olyan mennyiségben használni, mint ahogy azt most teszik a gazdák, nem csak nálunk, Európa szerte nyilván, az a zöldeknek az egyik állandó és nagyon fontos követelése. A növényvédőszerek ránk nézve, fogyasztókra nézve, kimondható, hogy károsak? Valószínűleg igen, de a környezetet meg valóban ne károsíthatják, tehát akár a méhekre, akár más beporzást végző rovarokra és hát állatokra is káros lehet. Én azt gondolom, hogy a elv, hogy szintetikus növényvédő vegyszereket szorítsuk vissza, abszolút helyes. Ennek az időtávját kell igazából jól átgondolni, valószínűleg egy évtized kevés erre. És van még egy ennél is fontosabb probléma, hogy miközben az Európai Unió saját magára ilyen kötelezettségeket ró, az uniós mezőgazdaságra, addig aláír olyan megállapodást, mint például a Mercosur államokkal történő szabadkereskedelmi megállapodás, ami értelmében Brazília, Argentina, Paraguay, Uruguay és más országok gyakorlatilag vámmentesen tudnak mezőgazdasági nyersanyagot, élelmiszert Európába behozni. Ez miért jó Európának? És hát, hogy ez miért éri meg, azt Brüsszelbe kellene megkérdezni. Európai, nem éri meg? Európai gazdák valószínűleg nem annyira lelkesek ettől. Én, mint fogyasztó, alacsonyabb árakat találok a boltokban így? Egyértelműen ettől alacsonyabb árak lesznek, de hát például a cukor, nácukorból készült kristálycukor harmadannyiba kerül dél-amerikai országokban, mint Európában. Tehát valóban, ha ezeket beengedik az Unióba, akkor bizonyos élelmiszerek árszintje csökkenhet. De akkor mi a megoldás? Mert én nyilván örülök, ha harmadannyiért veszem a cukrot, mint amennyiért, ha egy magyar gazda szállítja ugyanabba a boltba, de közben a magyar gazda meg ne menjen tönkre. Annak is örülnék. Mi a megoldás? Nehéz egyensúlyozni. Az Unió mezőgazdaságának láthatóan van egy súlyos dilemmája. Egyrészt minél környezetbarátabb mezőgazdaságot akar, emellett multifunkcionális mezőgazdaságot akar, vagyis azt akarja, hogy a gazdák maradjanak ott a tanyán, a falvakban,
És emellett még legyenek versenyképesek is, tehát nagyon nehéz összeegyeztetni ezeket a célokat. Azt gondolom, hogy az uniónak az lenne a helyes politikája, ha a WTO-nál, tehát a globális kereskedelmet szabályzó világszövetségnél kezdeményezni azt, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó országok azokat a normákat próbálják többé-kevésbé követni, amit Európa Egyesült Államok egyébként már régóta előír, tehát van egy ilyen alkalmazkodási kötelezettség, és ez például megoldaná az ukránokkal folytatott éles vitát is, hiszen Ukrajna úgy kapott szabadkereskedelmi pozíciót az Uniótól, hogy közben számos olyan környezetvédelmi állatjóléti előírást számára nem kell az ottani gazdáknak figyelembe venni, amit az európai gazdáknak... Így olcsóban tudnak előállítani. Ezért olcsóban tudnak előállítani. Viszont egy kérdést engedjen meg az ukrán gabona kapcsán, mert szerintem ezt a kedves nézők is rengeteget hallották az elmúlt hónapokban, ukrán gabona, ukrán gabona. Ez az Európai Uniónak miért jó, ha az Európai Unió bizonyos tagállamainak meg ennyire rossz, hogy az ukrán gabona bejöhet az unió területére? Az uniós gazdák megosztottak a Ukrajna közelében lévő országok, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária, Magyarország, pont azáltal, hogy itt van a határon, ide érkezik be az áru, nyilvánvaló, ezt próbálják valamilyen formában megakadályozni. Ugyanakkor Nyugat-Európában most sem tüntettek az ukrán szabadkereskedelmi megállapodás ellen. Nem, ott egész más okok voltak, gázolajtámogatás, meg ilyesmi. Igen, Mercosur állunk, stb. És azt mondják, hogy mint a Nyugat-Európa elsősorban állattenyésztésben erős, nekik még kifejezetten jó, ha Ukrajnából olcsó takarmánygabona érkezik, vagy olcsó olajos mag érkezik, növényi olaj, nem sorolnám tovább. Ez a nyugat-európai állattenyésztés versenypozícióját mindenképpen javítja, ráadásul úgy, hogy egyben bizonyos féket is ad az állati termékek fogyasztói árának emelésével. Csak éppen a tradicionális gabonatermesztők, lengyelek, magyarok. Magyarországnak nagyon hátrányos. Ők bajba kerülnek. Ugye, legyünk őszinték, Magyarország szántó területének 85%-án olyan növényeket termel, amelyiket Ukrajnában kivétel nélkül olcsóbban, hatékonyabban, gazdaságosabban lehet előállítani, és jóval nagyobb tételben. Tehát itt bizony ez a kihívás Ukrajna részéről igen jelentős, nem véletlen, hogy akár Záhonyban vagy máshol az uniós rendelkezés ellen, mármint a szabadkereskedelmi megállapodás meghosszabbítása ellen itt ezen a keleti fronton tiltakoznak a gazdák. Nyilván hosszú távon meg valami más megoldás kell, hogyha Ukrajna közeledik az unió felé a tiltakozáson túl is, de ez egy másik téma, ez ennél sokkal bonyolultabb, mint hogy ebben most belemenjünk, Raskó György. Köszönöm szépen.